Itt az idő, hogy folytassuk a Jack and Dexter játéksorozat következő részével a végigjátszásomat, jön a Jack 3. Ez itt a trilógia utolsó része, tehát ez azok, amik platformer játékok idézőjelesen, és a Naughty Dognak ez volt az utolsó Jack and Dexter platformer játéka, és úgy, ahogy a Crashnél elbúcsúztak egy versenyzős játékkal, a Jack X Combat Racing-gel, de ez az utolsó ugye az ilyen fő sztoriba. Akkor angolul beállítjuk, hadd szóljon a játék, nézzük akkor az intrót, hogy rakják össze a történetet, vagy mi a helyzet, mert ez volt szerintem a legerősebb része a Jack 2-nek is, ami a történet volt. A Jack 1-nek volt szerintem a játékmenet a legerősebb része, a Jack 2 az nehéz volt, én azt mondom, hogy rá lehet mondani, a Jack 2 nehéz. A Jack 3-ról jobbakat hallottam tőletek, azt mondtátok, hogy ez tényleg olyan, mint a Jack 2, de könnyebb, és emiatt úgy élvezetesebb lehet, ugye azok számára, akik... The Grand Council of Haven City, for heinous acts and crimes against the people. You are hereby banished to the wasteland. Micsoda, ki vagyunk zárva a városból? Death sentence, Vigor. There must be another way. Valahogy máshogy meg kell oldani. This dark ego freak is dangerous. Veszélyes ez a dark ego figura, úgyhogy... I am outraged beyond words. Itt a papagáj, mentsél meg! Not everyone agrees with this ridiculous decree. Dexter! Számoljuk újra a szavazást. Actually, we are not that outraged. Farewell, Jack. Stay out of the sun. Drink lots of water. Csak így itt hagyják kint a sivatagba. Back to the city, Dax. I'm sorry. The council is too powerful. There was nothing I nem tudott semmit se tenni. You hear me? Hoppá. Azért adott valamit. I promise. Valaki meg fog téged találni. Dexter is hitt, hogy... Akkor ez tényleg most már nincs Dexter. Ez egy valami jelz... Jó, okay, tough guy. You got us into this mess. Now you gotta get us out. Ah, what a team we'll make. Milyen csapat leszünk. De ez a papagáj minek jött amúgy? Which way? That way. That way. Oh, and I suppose you know where you're going, huh? Better than you do, Bent Beak. Let's just move. Arról a papagájról, hát nem sok jó emlékem van, mert ugye ezért pontot össze kellett szeretni a mini játékkal, az egész nehéz volt. No, it was yours. Only a bird brain could have thought this one up. Let's go with him. We'll help together. You mean we'll die together? I can't believe the city hates us. We saved those lords. Igen, megmentettük a várost, és mégis kitaszítottak minket ide a sivatag. Jack, the city's divided. With ports saying new Crimson Death Bots are holding the Crimson Death Bots. Industrial area. My men are getting their asses kicked. The KG have a new leader. Új vezetőjük van a Crimson Guardoknak. Még több rossz hír. A metalheadek hogy élték túl? Igen, egyeztük. Még mindig akarat élni. És minket okolnak, ez volt egy visszaemlékezés. Ú, papagáj, hogy bírsz még repülni? Right. Good plan, Jack. Just a teensy little rest. This bird is overcooked. Palota. Report. It's bad. The city's become a battlefield. Csatamező lett a város. And the surviving metalheads have expanded their hold on the west side. We're losing ground on all fronts. The council's meeting tonight in emergency session. Rumblings about you, Jack. It doesn't look good. They think your friendship with Crew helped the metalheads get into the city. A barátságom Crewval? Hát de mi győztük le Crewt egyébként? Right now, metalheads are assaulting the palace. They're looking for something, and I have. Valamit keresnek a metalheadek. Hát de akkor nem rombolták volna így le, nem? Vagy... Jó, zuhanak! Over here! Gyorsan, gyerünk! Az igen! De ugye a sztoriban mondjuk jó, hogy pont ugyanott folytatja, ahol a Jack 2 befejeződött, úgy, mint a Jack 1-ről a 2-re, 2-3-ra.
Na csak megtalálták. Looks like we found some live ones. Barely. Here's the beacon we were picking up. Okay, okay. A jelzés. We'll take them with us. Let's move. I smell a storm coming. Még vihar is jön. Na jó, oké, úgy tűnik a sztorit meghagyták erre is. Jó, ó, még csak most lépünk be a játékba, oké, a sztorit meghagyták erre is neki, én úgy érzem, hogy a Jak and Dexterre híven. Jó, azt szerintem kezdjük egyből az új játékot, új mentési pont, és aztán lássuk, hogy mit tudunk tenni a visszajutás érdekében, mert itt a sivatagban nem marad, vagy egy... Hát azért valahogy az igazunkat be kell bizonyítani, hogy mi nem voltunk rosszak. Ó, de jó. I love water. A víz. It's so good. Desert bed. Well, you've come back from the dead, have you? And my monks were ready to pray for you. Monkok. I am Deimos, king of Spargus. Spargusnak a királya Deimos. Nobody lives outside Haven's walls. Not a whole city. Ah, yes, we are the forgotten. Az elfeledettek. Haven City's refuse, thrown out and left to die. Akit kidobtak Haven Cityből, mint ahogy Jacket. Your life belongs to the people of Spargus, and we will use it well, if it's actually worth anything. Hey, that sounds like a bad deal. You are in no position. Igen, nincsen most lehetőség üzletelni. Either useful or dead weight. Prove yourselves worthy, or the desert will be your grave. Okay, bebizonyítjuk, hogy better first impression. Ügyesek vagyunk. In the unforgiving wasteland, we value strength and survival. Erevés túlélés, ez kell. We'll see where you stand soon enough. Complete your training, then enter the arena. Just the bravest crawl out and are allowed to stay in Spargus. It's quite simple, really. What happens to the ones that don't crawl? Then it would be as if we never found you. Ui. I was afraid of that. Hail, all citizens of Spartan! Na jó, van akkor ilyen kis kihívással kezdődik, gondolom a tutoriál, de a halál arénája az azért durva. These halls will once again test two newcomers, each fighting to prove their worth to stay among us. Let's hear it for Jak and his obnoxious... Jak és a kis beszélő állata. Nem is mondja, hogy Dexter. Hey, a papagáj meg? Az mit keres itt? My wisdom will serve him well. Oh yeah, and Deimos also says that you two are likely to die in the arena today. And he hopes your death is very... Will you stop that? Deimos can talk for himself. He's right. You will most likely die. And yes, Pecker is my new advisor. Új tanácsadó! Some people appreciate my talents. Miért hagyta ott az öreget amúgy? I saw a few of the fights earlier. Ooh, not a pretty sight. Why, you little... Let the games begin! Na hát szólja, a viadal. Na de kik ellen vagyunk, mit, milyen lesz a játék? Hát a... Jopa. Ja, ez az automentés. Hát úgy tudom, hogy ugye az irányítás az... Várjál, invertált lett a jobb stick, várjál, 35-öt össze kell gyűjteni. Jó, na most már így jó lesz, oké. Hát akkor át lehetett állítani a beállításokba, hogy... Igen, tudunk szokásos gurulást végezni, harcolást, high jump, az is megvan. Ó, ez az, tudunk mászni létrán, jó. Oké, hát ez eddig nem nagy cucc eddig. Itt vagyunk, dupla ugrás, hát én a pörgést is ismerem már ugye. Hát a szokásos kis tutoriál itt így a játék elején. Azt mondom, tényleg ugyanolyan, mint a Jak 2-ben. De lehet, hogy kisebb-nagyobb változások ugye lesznek majd, amit kitapasztalhatunk. De most először ugye ez egy roll. Okay, ez a long jump. Ez már a Jak 1-ben is szerepelt, és sok szeretettel használtuk, főleg amikor... amikor ugye szükséges volt, de hát nem a legjobb, én azt mondom. Oké. Okay. Ja, oda-oda lefelé szerintem erre. Így be tudjuk törni. Ez az, már csak 4 darab maradt, ez az utolsó. Ja, ez idei rollos ugrást. Csak ugye amikor így elkezdjük ezt a bukvencezést, utána már nem nagyon tudom irányítani, hogy most merre megyek, akkor az első kihívás, én azt mondom, teljesítve,
És van egy kis hajnyírás, egy kis hajvágás, úgy tűnik, mintha lett volna egy kis sérőváltoztatás itt Jacknek. És akkor menjünk, nézzük, akkor megvolt a mozgás, most már jöhet a harc, ne? Felsítettük a kívást. Oké. Hoppá, a fegyver! Prepare the arena for full combat. Most jön a harc. I just said that. Megismételte. Anyway, prepare the warriors. You mean we have to fight against actual people? With actual weapons? Így van. Will it hurt us? Fine, bring them on. Úgy csináld, Dexter, mint amíg sose tettünk volna ilyet. Jó, erre egy a lövés. Jól van ez a scatter gun. Habár mondjuk náluk úgy tűnik, hogy hát nem lövő fegyverek vannak, hanem kard. Hát a lövő... Mert fel kell ugolni az oszkiát. 17 ellenfelet kell legyőzni. Tehát így most... Hé! Hey, nehogy fentebb jön. Most hát kellene ugolnia. Jaj, nem, egy kicsit. Hát nézzük akkor, az a kombó megvan-e még, hogy ugye... Ja, plusz tényleg a lőszer azt ugye kitakarja a kamerámmal, azt átállítom úgy, ahogy a Jack 2-nél volt, hogy a lőszer látszódjon. A Jack az magától, most ugye az léteket, amik... Something you're not telling us, animal man. He has been touched with dark eco, my leash. Our boy here gets all mean and nasty when you piss him off. So don't piss him off. Wait to the eyes. Ah, then he is dangerous, and that could be useful. Your bravery has earned you your first battle amulet. If you are victorious in two more arena fights, you will earn your citizenship to Spargus. Here is a gate pass to allow free passage in and out of the city. But beware. There is no true refuge outside our walls. The desert is less kind than I. And for your victory, a gun mod is your prize. Oh yeah, now we're talking! Hey, what do I get? Nothing, as usual. Ki volt ott, ez nem tudom. A blaster. Arena boy, but a little more choke. Az meg szép bajusz! You talking to me? Yeah! You talking to him? No, I'm conversing with me sweet departed mom. Of course you, you boarhead. You two are from the Big Smoke, eh? Who's asking? The guy who runs this place. That's who. Cleaver's the name. You blokes stick with me, and I'll take care of you. In fact, I've got a job for you right now. Ride me Leaper Lizard here and catch a few of those little buggers that have been raiding me storerooms. Snag me 6 of them puppies, and I'll let you drive one of me racing vehicles. That is, if Tamus ever lets you leave the city. I think we can handle that. No! I hate riding animals! They make me chafe. You got it! Ooh, nasty. Okay, I smell... Not bad, blokes. Maybe me food. A coloring book. We've had a hard week. Don't push it. The arena shows all, Dark One. Hate consumes your eyes. Great. Thanks for the tip. It will destroy you, just as these precursors destroyed themselves. It doesn't look like any precursor crap we've seen. These artifacts are an abomination. One fell on the Great Volcano. We sent an expedition to the mountain, but my monks never returned. Ill tidings sing in the wind. I fear the remaking of the world is at hand. I think you've been out in the sun a little too long. Let's go, Jack. You must leave this place. Heroes think they can save the world when they themselves are lost. You could not possibly understand the dark forces at work here. Don't talk to me about dark powers. I want to know what this is. Whoa. Stand back. Jack, cracked it, Jack! Don't touch it. Dark Eco. Yeah,
You're impressed now, aren't you? I'm getting this preps. Those are solid eco-crystals. It has been passed down through time that they power the greatest of precursor technologies. Strange. Speaks an ancient dialect, the earliest precursor forms. Something about reclaiming this unfinished world. Those look like coordinates, like the ones from... It is picking up a very powerful signal. I don't think we're gonna like what this thing is yapping to! Even you cannot save us from this, hero. Hey, I'm the real hero here. You can call me Orange Light. You may carry the color of our creator's animal, but we have plans to save ourselves. Stay out of our business. You and Orange Lightning are not welcome here. Oh, persze, hát nélkülünk még mindig itt lenne ez a lila csókmag. Na jó, úgy tűnik a térkép megint itt van a jobb alsó sarokba, és fel lehet fedezni akkor ezt a helyet. Hát, itt vagyunk, megcsináltuk a melót. Keep yapping, Jelly Boy! We'll see who... Buy your bone, Rathface, or I'll pound ya! Oh, great stink of the precursors! I got two words for you. Toothbrush. Nice rides. You like what you see? We use these babies to make runs into the deep desert to retrieve artifacts. Tough wheels for tough work. You said we could use one. I did, didn't I? But not one of those. Those are for the big boys. You can use that one. What a run! Baby, but seems to fit you. Get in, Dax. I'll drive. Can't wager a little something on a race, then? If you win, I'll let you keep that little vehicle for as long as you live. And if I win? I don't have anything. I'd say that yappy rodent of yours is a bit bony, but skinned and butted, he'd make a nice treat. Whoa, my vehicle against him. Forget it, buddy. Jack would never... Done. Forgot the... Don't worry. If there's one thing I can do, it's race. Jack fogadott. Ő fog nyerni. Ohoho. És most kezdődik a versenyet. Na jó. Egy kör olyan 1 perc 20 másodperces, és második helyen vagyok most jelenleg. Ott azok a szurókák nem szúrnak, tehát ami az ellenfél kerekeiből kijönnek olyan éles tárgyak, azok nem bántották az én kocsimat. Szóval csak egy olyan pozíciót kell találnunk, amikor a boost-a meg tudjuk előzni az ellenfeleket, és akkor kész. Egyszerű verseny. Jó, megvan az első hely. Akkor miénk a járgány, és Dexterből nem lesz kaja. Beat it! Michael Jackson a zene, az király. Megtarthatod, ameddig élsz, ezt ígérte. És azt mondta, meglátjuk, hogy meddig fogsz élni. Jó, akkor most már, hát ugye a kint vagyunk, ugye, hát a városon belül, akkor használhatjuk azt az állatot, a Leaper nevű állatot, ha pedig itt vagyunk, ugye a városon kívül, sivatag... Wow! Akkor pedig örüljünk, ha tudom, most ez most miért? Miért? Mi ez a támadás? Erről nem volt szó. Menjünk vissza, itt a kerekek, itt van a... Tyó! Hát itt kint farkas törvények. Jó, hogy éppen túléltük, hát támadtak rá, mi volt ez? Bizony, az is van. This one will be of use to us, Deimos. I think you should keep him for now. Hagyjuk meg! There are a number of artifacts to be found in the wasteland. Menjünk oda-vissza! Turn the sand and reveal items that have been buried for centuries. Take the vehicle and find as many items as you can before the storms come again. Oké, akkor valamilyen kincseket kell találni. If you get caught in the storms, they will tear the flesh from your very bones. A viharban nem szabad maradni. Köszönjük szépen, hát akkor a vihart elkerüljük, ez oké. De azok, akik támadtak ránk, na az micsoda, és ki. Na jó, legalább egy kis fény ott van. Ez az időpróba, figyelj! Az a kocsi, hogy áll talpra? Komán! Jaj, lövöldözget már rá. Oké, hát az idő, amennyit adott, barátságosabbnak tűnik, tehát valami 30 valamennyit adott, és bőven volt rá időnk. Úgyhogy ez szerintem elsőre, mondjuk még a játék elején vagyunk, úgyhogy még nem dicsérgetem túlságosan a játék. Most meg kell fordulnom, vagy hogy mutatja a következőt. Erről nem volt szó. Na jó, lássuk, hogyha
ez tényleg harmadik, negyedik feladat, és így elnézi egy játékos, aki először játszik ezzel, az eléri-e még egy ilyen hibázás, vagy hát jó, mondhatjuk hibázás után, igen, még maradt vagy 5-6 másodperc, és utána az aura felugrik 27-re. Tehát akkor szerintem fix idő ad minden egyes ilyen feladathoz. Kicsit lelassabb. Ez egy power cell volt? Kicsit olyasmi volt. Hopp! Jó van a hoppot, köszönjük szépen! Csak érjünk át! Mert a boost, nincsen boost. Mögöttünk meg beestek a vízbe. Ahol nem érdekel, mi történt mögöttünk. Nem az érdekel, hogy mi túléljük és összeszedjük a szokmókot épségbe, anélkül, hogy a vihar. Vagy ezek a, hát ezek a sivatagi matlaucok. Jó van, és akkor vissza. Visszajöttük. De Jack kiugrott a kocsi elé, a kocsi meg rángulott. Na jó, ez közel volt, az biztos. Most már érdekel? Ó, papagáj beszólt a fejüneknek. My concern was for the and we will use them well. That armor you found. Ó, ez a páncélzat, ritka. Már? Keep it for yourself. Trust me, you'll need it. Szükséged lesz rá? Jó, köszönjük akkor. Idetek Art or Facts. Jól van. Kaptunk egy új páncélzatot, és ez volt Márnak a páncélzata, amivel több életünk van, most már 2, 4, 6, 8, 10. Most már 10 életpontunk van. Na ez is hiányzott ugye a Jack 2-ből, hogy hiába ugye játszunk, de nem vagyunk erősebbek. Na jó, lássuk a következő a következő küldetés. Milyen feladat vár még ránk. Na szia, akkor lehet beszélni veled? This isn't a game. Ez nem egy játék? Ó, ide néztek! Ide néztek! Jack is tudja, hogy ez egy játék. Tudják. Precursors. These leaper mounts allow us to travel where you cannot. Man, okay. Those babies sure stuffed their faces. We saw one gulp a load of kangaroos not too long ago. Stupid rats! They just sat. Whoa! Dexter. Left out here. That dark eco crystal from the satellite. I want it before it falls into the wrong hands. I'll wager a light crystal against light crystal. My monks on their leapers. Okay, egy újabb verseny, de most a fogadás az az, hogy a mi dark kristályunkat feladjuk, de hogyha... 3-2... De ha mi nyerünk, akkor kapunk egy light crystal-t. A Jack egy végén volt erre nekünk egy kis le... Már megint nem jól mutatja, hogy merre kell menni ez a játék, vagy én nem érzem, hogy merre kell... Na, szóval már belekezdtem. A Jack egy végén volt, hogy egy... Jack ugye átváltozott ilyen light Jack féleségé, vagy hát valami olyasmi történt, hogy ilyen fényes lett, és akkor mondhatni, hogy a light képességet kapta meg, csak ugye, ja kihagytam egy karikát, csak ugye a Jack 2-ben meg ugye hát kísérleteztek Jacken, és akkor Dark Ego-val így bevonták az egész lényét, úgyhogy elvileg már kikerült a light Ego képesség Jackből, mert ugye a gyereknek nyílott meg még ugye Jack 2 végén gyerek Jacknek. Jó, ez most bonyolultnak hangzik, aki nem látta a Jack 2 végigjátszás, meg talán még a Jack 1-et is, úgyhogy javaslom azt megnézni, és akkor lehet, hogy értelmesebb lesz, amiről én beszéltem az előbb. De ez kemény verseny, de megyünk és megnyerjük mi, az jó lesz, mert igazából a Leaper, az a miénk, az gyorsabb, mint a többiek, csak ugye ki kell őket kerülni, mert egyébként úgy kicsit visszalöknek hátrébb, hogyha nekik megyünk. De látod, hogy a fejem beért a karikába, de azt mondja, hogy az lesz a vége, ez a vége, más színű az a karika. Jó, hát nem volt könnyű, de azért úgy rendben volt. Oké, kérjük. Jutalom. The crystal is yours. The two types, light and dark, when combined form great energies. Amikor kombináljuk, óvatos legyek. Do be kind enough to give them back. Ha meghallok, akkor adjam vissza, vagy ez mi az a szöveg? The day star approaches and every day it grows brighter. Minden nap fényesebb. Végső kihívás érkezik. Megkaptuk a Light Eco kristál. Ja, szuperek vagyunk. Na menjünk, akkor jöhet az aréna, vagy merre tovább? Oké, úgy tűnik megint kocsikázni megyünk, egy kis akció. Metalhead-ek.
Itt az ide. Like metalheads, almost as much as I don't want you. And you've got some proving to do. Intercept those bad boys and give them hell. Who knows? You might even get a few toys for your effort. Okay, egy kis játékot is kapunk. You're leaving out the dangerous parts. Jack, I'm getting some nasty juju vibes here. Juju vibes. Whiskers for nothing, you know. Relax. We can handle a few metalheads. Have you ever seen a wasteland metalhead? Wasteland metalhead. Why? Nothing. Just wondering. Go get 'em, heroes. Lehet, hogy ezek erősebbek vagy nagyobbak, mint az alap metalheadek. Na nézzük meg négyet. Wow, hát már a kinézet, ami itt van. Jújjúj. Legalább viszont. Upgraded? Másik? Oké, tudunk lőni. Aha, van rajta lövő. Hát igen, valahogy le kell győzni azokat a wasteland metalheadeket. Hát akkor jöhetnek akkor azok a metalheadek, és akkor le tudjuk győzni ezzel a lövéssel. Reméljük akkor a metalhead gemeket meg akkor megsz... Az igen, dobálózik. Wow! Minek fordultál be? Azt a mindenit! Na jó, ez vagány volt, ez vagány. Mint egy dinoszaurusz amúgy olyan. Dobálja a rakétát. Ha elég messze vagyok, szerintem akkor nem fordul ide, de a... Na, ha ide fordul... Három. Akkor legyőztünk egyet. Íj, azért szegény állatot azért. De azt hittem valami metalheades, ugye azt a sárga, a szuper gold gemet idadja, mert ugye a játékban ugyanúgy azokat kell gyűjteni, gold gem és precursor orbok. Csak jól emlékszem többet, mert a precursor orbból tuti, hogy többet. Ebben a játékban 600-at kell gyűjteni. Viszont itt nem lehet kihagyni, tehát a játék végén vissza lehet majd térni. És nem úgy, mint a Jack 2-nél, ahol bizonyosak csak a sztori alapján lehetett megszerezni. A Metalhead Nest-nél és a Sewer-nél, tehát azokat csak a sztori során lehetett megszerezni. Itt viszont teljes mértékben mind a 600-at akár a játék vége után is meg lehet szerezni. Ami pedig azokat a sárga kis tojásokat, a metalheades gold gemeket illeti, azokat pedig metalhead legyőzésekből lehetett szerezni a Jack 2-be, és itt pedig azért gondoltam, hogy itt most fogja dobni, mert ezeknek az ellenfeleknek ugye a fejüknél, ugye a homlokuknál van az a kis drága köv, és azt szokták ledobni. Ezek viszont túl nagyok, vagy nem tudom, de itt nem dobják le. Oj! Uff, na jó, győzzük le még ezt a kettőt, és akkor utána megnézzük, mi a jutalom, nem tudom, ezt a kocsit megkapjuk. Na, legyőztük az utolsót is, és dobtak, az megint egy kristály? Tárkikó kristály. Metalhead Commander? I want every dark eco-crystal you can find! Time is short! Did you hear me? Wait, not you! I don't like the sound of your voice. Ha! You sure kicked sand in his face! Oh yeah, that was good. That face okay. Looked familiar. Ismered. Now you're getting paranoid, buddy boy. Come on, Bigfoot, let's get back. This does it, Gizmo. Hát, nem úgy nézett ki, mint az a bíró vagy tanácsos, aki ugye kilökött ide minket. Legyőztük a Metalhead Beast-eket, úgyhogy köszönjük szépen. Ó, és valami új küldetés adó, valami nagy korona. Ú, na végre lehet az aréna, ezt akartam mondani az előbb, ugye az aréna feladatokat szeretnénk csinálni, hogy megkapjuk a nemzetiséget, vagy a polgárjogot, vagy nem tudom mit, hogy hivatalosan most már a tábornak a részese legyünk, vagy nem. Ó, de csúszókás. Oké, okay, na jó, meneküljük be, vaj, gyorsan engedjél ide be. Jó, pihenő, kiugró, és menjünk akkor a küldetésre. Na, itt vagyunk a királynál. Ez az a harci képesség. And we will see if your skills are of use to us. The purity of the arena is our only guide. Excuse me, Mr. Sandman. I'd like to place a complaint. Hopp, egy panaszal jön. My feet are killing me, and I think I'm getting a hangnail. So maybe I'll just sit this one out. Enough talk. The arena awaits. Az aréna vár, de adott valami fejlesztést? Wave Concussor? Milyen hullám? Mi a... Felé kétszer. Wow.
Itt látszik, hogy változik. Tartsuk rajta az R1-et. Oha! És aztán... De ötöt mondjuk elhasznál. Elhasznál öt lőszert. És a lefelébe... Ja, nem, és ennél... Ennél nincsen rajta tartás. Itt? Aha. Nem muszáj rajta tartani. Ja, és akkor nem fogyaszt annyi lőszert. Jó. Akkor úgy tűnik, hogy abban a fejlesztésben, amit kaptunk, az egy fegyvert változtat meg, ez a scatter gun. Ugye a Jack 2-ben, ahogy kaptunk fejlesztést, ott gyorsabban lőtt. De itt most akkor lehet, hogy akkor ezzel megduplázza, hogy hány darab fegyver van. Na erre, jó. Hány darab fegyver van, mert ugye ez... Hát ugyanazt a lőszert használja, de egy kicsivel ugye másabb, azt mondom, hogy ez ilyen térre ható, hogy így körülöttünk mindenkit legyőz, aki mögöttünk van, esetleg azt is. Vagy nem tudom, a ugrás közben lefelé mennyire támad, de ez azért komolynak tűnik. Meglátjuk, hogy mennyire lesz hasznos akcióba, mert most jövünk az aréna második kihívására. Tényleg is a Blaster. Az a százas, jaj, ott is látszik rendesen. Hogy kell oda lemenni? Jaj, nem az ugrással, hanem ezzel, ez levisz. Így bizony. Jó, hát akkor ugyanaz az aréna, meglátjuk, hogy ugyanaz lesz a kihívás, ugye, hogy felemelkedik majd a... Ezeket törjem össze? Nem kell, mert ugye max lőszerrel vagyok. Jó, ez a kihívás. Hello. Aréna. Nem engedik. Muszáj összetörni. Hát ilyet nem hiszem el. És akkor utána nincs benne semmi, mert magtaűszerre vagyok. Ja, bocsi. Dark Power. Ezt is muszáj lehívni. Lehívom akkor. Dark Bomb. Jó, akkor úgy tűnik így kapjuk itt a képességet. A Dark Bombot megkaptuk. Egy valakit győztünk le. 25-re. 24! Hát az gyenge. Az gyenge volt. Átváltok akkor? Na jó, ez meg egy kamu. Eddig működött. Használom a Jaurek Blastert és innen meg megyek. Azt mondom, átugrok ide. Mert ott szerintem teljes mértékben. Igen, az teljesen eláztat minket. Használjuk ezt, hogy használjuk ezt így lefelé. Az sem rossz mondjuk. De hát el lehet használgatni. Azt mondom, a megszokottat használom, inkább azt mondom, az rendben van. Kettő találat kell ezekre a gladiátorokra. Fülelni kell, illetve figyelni, hogy ugye jönnek-e föl ezek a láva. Látod, a láva így elkezd úgy fölfelé jelezni. Megvan még mindig ez a pörgő támadás. Három gladiátor még. Az aréna ki van tisztítva, adja a lőszert legalább a játék, az is jó mondjuk, és akkor kész vagyunk. Igen, mehetünk vissza föl. Hát ez, hát igen, minél nagyobb az arzenál, annál egyszerűbb lesz ez az egész, úgyhogy, ja. Kaptunk egy kis fejlesztést a Scatter Gunra, egy újfajta támadás. Biztos meg lesz annak is a jó felhasználása, amikor sok és kicsi ellenfél mondjuk körbevesz. De itt, hogy a gladiátorok jöttek, akkor vagy a sima scattert, vagy pedig a sima blastert használtuk. Elég volt úgy ellenük, de így kész a második kihívás az arénában. Na mi van? Nem hiszed el? Le vagyunk nyűgözve. Kind of a semi-king. Kicsit király vagyok. Sleeping quarters and his harem of lovebirds. Lovebirds? Wow. These days. Nem alszok mostanában, mi van itt? I don't see no crown on that fat feather head. You want a crown? I'll crown you. Don't make me come down there from this perch. I got a perch for you, birdie, right here. Dexter versus birdie. It's go time. Bring it on, bird brain. Enough. If I wanted you to fight, I would have commanded it. You did very well. Nagyon ügyes voltál, Jack. Büszkévé teszel. The program is so good. Here is your second battle amulet and a new weapon mod. One more. Fegyvermódosítás. And you will be a true wastelander.
Még egy győzelem. Beam reflexor, és nem reflektor. Na, ezt megnézzük majd. Új secrets? Tényleg a menüben mondtátok a secrets-et, ugye fel lehet oldani. Ez ugye a precursor orboket, weapon upgrade-ek, damage upgrade. Mi a? Rate of fire? No. A Jack 2-ben is ilyen királyok voltak. Vehicle crazy stuff. Ezek voltak ilyen crazy stuff-ok voltak, hogy be lehetett a nagy fej, meg ugye más, vagy mi az, pelenka, rossz idő, tükrözött világ, gyors movie, lassú, cheatek, jó. A Jack 2-ben is ilyenek voltak, nem mondod, hogy ezek a fejlesztések. Oké, hát akkor oda kell lesz figyelni és gyűjteni, és a sztori során figyelemmel kísérni és a fejlesztéseket megvásárolni, mert például az, hogy Rate of Fire, az azt jelenti, hogy milyen gyorsan tüzel ez a piros fegyverünk, ugye a Scatter Gun, ezt meg kell venni. Aztán ugye kaptuk ehhez az új változatot, a Reflexort, ennek meg a sebzését tudjuk növelni, ez is érdekes. Oh! Pattogó! Mert van ez az alap, meg van a visszapattanó. Ezt rajta tartva, ennél nincsen rajta tartós. De hát ez akkor mindig ezt fogom használni. Tehát, hogy visszapattan, vagy pedig csak simán lövök. Hát ez egy easy. Habár lehet a visszapattanós, az lehet, hogy kevésbé... Erre, hol van itt a lemez? Itt is. Ja, csak egy lépcső. Lehet a visszapattanós nem sebez akkorát, mert ugye vissza tud pattanni. Jó, akkor... lehet akkor videók között a gyűjtögetést megteszem a precursor orbokra, mert tényleg ez a Jack 2-re, várjál, hadd nézz, ezt most meg kell néznem. Szóval ezek itt a Jack 2 titkok, és itt is voltak ugye ez, hogy bekapcsoljuk, ugye a szakált, mirror volt, big head mode, small head mode, ezek voltak. A gun course-ok voltak, ugye azt teljesíteni is kellett, és a végén volt a végtelen lőszer, meg végtelen dark jack, meg a sebezhetetlenség 175-nél. De hát amikor már odáig eljutottam, azért már a küldetéseknél ott tartottam, a hero mode 200-nál, de olyan fejlesztések nem, mint a Jack 3. Oké, na jöjjünk akkor ide. Demasnak van egy munkája számunkra. Mi történik odakint? Nothing, your lordship. Just offering Jack and the little one here some healthy advice. És tanácsot adunk. You have a reputation for being rash. Didn't your father ever tell you to pick your battles wisely? I didn't know my father. Nem ismerte az apját. My point is, sometimes you face your enemy head on, and sometimes you wait until his weakness is revealed. Whoa! A türelem a harcos legnagyobb. Jack. I want you and Cleaver to go into the desert and herd a group of lizards into a waiting transport. We must prepare for whatever lies ahead. I need all the resources we can gather. No problem. I'm good with animals. Jack egyből, meg hát ugye Dexterrel is van. Szóval terelgetni kell majd a gyíkokat, vagy mi a feladat, úgy értettem. Na nézzük akkor, hogy tereljük be őket a ketrecbe. Kik azok, mik azok? Halli, ho! Menjünk akkor a ketrechez. Csak előtte már látom, hogy jön már ide felé. Uff, a boostot megkaptuk, úgyhogy boostolás tovább. Szóval itt akkor... Wow, ez most miért történt? Csak megyek egyenesen. Ugye Jack 3 már kap egy plusz pontot tőlem. Mert ugye amikor haladunk a történet során a Jack 2-be, akkor úgy nem tudunk feloldani olyan dolgokat, hiába gyűjtögetem a precursor orbokat. Itt viszont, hogyha gyűjtögetek, akkor ugye már tudnék most venni egy kis fejlesztést, és ez ugye segít abba, hogyha nehéz küldetéssel találkozunk. Ott, hogyha nehéz küldetéssel találkoztam a Jack 2-be, akkor mit tudok tenni? Neki gyürgőzök, és addig próbálkozok, amíg nem sikerül, vagy valami glitchet használok, vagy valamit használunk, hogy sikerüljen. Hogy ügyesebb, ott get good, ez a kihívás, és ez a feladat, hogy jobbak legyünk. Itt viszont azért lehet gyűjtögetni, és a... Várjál? Abba át lehet menni, az egy másik. Dunhopper locked, le van zárva. Hát, le van zárva. Ezeket szerintem nem kell, a gyíkokat itt most csak nem kell lelőni, le kell lőni.
Ujj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 j
megyek, de akkor Dexter ráugrik, hogy valami lesz, mert itt vannak, sokan nézzük, mennyien itt vannak, szaladgálnak ezek a kis raptorok. Itt vagyok. Wow, és tényleg! Hát én csak egy poénkodtam, de tényleg. Leesett. Jó lesz, csak ugye be kell terelni akkor ide. Ez jó. Át kell ugrani a kaktuszt. A kaktusznak nem mehetünk neki, mert úgy felborul, vagy valami baja lesz. Hoppó! Egy megvan. Gyerünk, Dexter. Ügyes voltál. Még van kettő, tehát gyere. Hoppó, és akkor menjünk. Na most segít. Ez Jack and Dexter. Nem csak úgy, hogy Jack gorombázása van. Jó. Tényleg jobb a Jack 3. Jó, még nehogy hamar elkiabáljam, de eddig még jó. Eddig még jobb. Sőt, ugye azt is ki kell mondanom, hogy ugye ott hibáztam az első elkapás után, a Jack 2-be hogy lett volna? Hogy visszatesz minket a küldetés elejére, hogy még el kell ide jönni, és 0/3-mal folytatjuk, de itt meg, várj, 2/3, tehát itt meg elmentette, hogy itt vagyunk, egyet már megfogtunk, úgyhogy a checkpoint rendszer is jobb. Jack 3, igen! Na és megvan mind a három, úgyhogy... Van egy kis tehetség, oké. Jó, megszereztem! Damn straight! Egy lábmaszírozás. Oké, yippee-ki-yay! És nem mondjuk ki, hogy van ez a klasszikus idei zenet. Megcsináltuk, amit kértél. Hoppá! Érkezik egy nagy vihar. Készítsék fel a várost. Hoppá, nem jelentkezett 4 személy. Na itt az idő, amikor nagy pácba van. És mégis meg tudjuk tenni, amit ő kér, ki tudjuk segíteni a királyt ebben a nagy bajban. Akkor fogja majd azt mondani, hogy ez igen, Jack and Dexter benne vannak a csapatban. Oké, 1 perc, 36 másodperc. Klokk. És akkor nézzük, 4 szemét kell megmenteni. Hát nem jelzi nekünk, hogy 4-ből mennyi van meg, de zöld jelzés viszont van. Megnézzük, mi az oka, hogy nem jeleztek vissza. Lehet ezek. Lookout indítsuk el. És aztán hopp, egy átugrás, szevasz. Sivatagi martalautok támadnak. Viszont mi? A vihar, tényleg elindult a vihar. Na itt lesz fent. Valahol a domb tetején. Gyere, csücs be! Gyere. Jó, segíts lőni! Tiéd a lövés! Az idő az nem frissült szerintem. 50 másodpercnél tartunk. 4 személyt megtalálni. 1 perc 30 alatt. Csúszkálva. Ugye ezeket a csúszkálásokat nem én csinálom. Tehát így a homokba azért kapor a kerék rendesen. Ez az idő, ez kevés. Ha itt nem update-elődik az idő, akkor ezt nem tudom megcsinálni. Jó. Update-elődött. De várjál, így nem találtam most senkit. Ja, csak oda vittem, hogy itt a karavánhoz, hogy... Jaj, oké. Tehát akkor oda megyek, felveszem a személyt. Na ez a Jack 2-ben volt ugye a lurker, vagy hogy is hívták azokat a lila lényeket. Náluk volt ez így. Ugye vissza kellett vinni a halasboltos Brutushoz. Jó, hát akkor itt is ugyanaz. Csak másokkal, de a mechanika az, na gyere, hoppanj fel, és akkor viszlek vissza a karavánhoz, ami mindenkit kimenekít, uff! Jó, az utolsó az már nagyon messze van, és oda adtak több mint 4 percet is, úgyhogy tisztelettudó és becsületes ez a játék, adott több időt. Hoppá, kitett minket a... Hey, minek rakott ki a játék? Ja, ez már halott? De mondjuk volt nála egy Dark Eco Crystal. Wow! Hogy? Ja. Ez most nem hagy. Ez most hagyja üzem, nem? Támad, fura. Furcsa! Valami miniboss vagy? Támadom, vagy itt, vagy itt? Szeszek ellene valamit, vagy? Esik lefele róla amúgy csokmók. Azt veszem észre.
nem lehet maradni a kör közepén, itt így alatta, csak olyankor nem tudom nagyon támadni. Tehát kijövök, ugrok. Jó, de legalább látszik, hogy változik ugye a támadása. Tehát akkor már valami hatással vagyok rá, valami hatással vagyok, ha nem is tűnik úgy, hogy lennék valójában. Hogy tudok életet szerezni. Ez az, ami nincsen. Ez az, ami nincs életszerzés. Akkor marad a szégyen pörgőlövés taktika. De eltalál. Jövök, de, de kis körbe zár. Van a feltöltő is támadás. Ó, az pont eltalált még. Pedig a lőszert adott már három csáppal. Várjál, megáll egy kicsit oda-vissza. Ó, ugrálj. Ó, várjál! Ú! City? Ja, igen, vissza kell menni, igen, vissza kell menni. Megyünk vissza, menj, hop. Gyere. És még van két... Hát igen, meg közben kellett ugye... Meg jönnek is, a mini térképen látszik. Tehát kellett harcolni is. Ujj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 
ugye ha nagyot ugrok, akkor hát az is egy sebesülést okozhat ugye a járgányba, és felrobbanhat. Azt mondom, hogy itt akkor mindig ezt a, hát nem mondom, hogy tavat, de hát valami olyasmi, ezt a kis patakocskát, vagy hát nem is mozog, tehát ezt a kis tavat kellett úgy kikerülgetni, azt a taurést, mert ugye a vízbe még lassabban megyünk. Hoff, egy boostot mondjuk kaptam itt. Az hát a kicsit boost tovább. Ugye ezeket a hegyeket úgy kell megkerülni, hogy ugye a Wastelandőrökhöz menjünk. De remélem nem engem fognak hibáztatni, hogy ugye valaki ott úgy nem tudott visszajönni. Tehát mi elhoztuk tőle a kristályt, amit akart elhozni a királyhoz. Már ott látszik. Nagyon jó ez a jelölés. Habár, itt ezt még ki kell kerülni. A vihar! Nézd meg ez a homokvihar. Ezért van Jacken egy olyan maszk, hogy nehogy hogy a szájába repüljön. Sok homok. Uff. Na de egy például, jó, az ide az... Oké. Megjöttünk, do gooder. Megmentettük. Hát akiket tudtunk. Akiket megtudtunk, azt valóban megmentettük. Várj, most minek mutatja ezt? Ugorjak bele ebbe, hogy most mi ez a... jó, hát super high jump, igen, ez a másik. De nem ezzel mentünk, úgyhogy... Én most jelentenék a királynak. Szólok a királynak, hogy hellókám, jó vagyok. Csak a kamerám, hello! Sajnos még a királyhoz nem jöhetünk, viszont... Ez van a másik figuránk. Oké, akkor ez egy turret küldetés. Wanna try to beat me, score? Ah, a pontszámod! Easy! Hey, Jack! Nyokleves pisső! Na, ma megyünk, és akkor nézzük meg. Ah, de jó kis animáció, hogy mászik fölfelé. Ez az létrázás. Na, gyerünk, Jack! Mutasd meg, mit tudsz. Hát volt egy küldetés, az sem volt könnyű a Jack 2-be. Ilyen turretes szekció. És úgy tűnik, most visszatérünk a kamerázás jobban, fent, lent, balra, jobbra. És akkor 7000 pont a cél, 10-szer hibázunk, akkor vége. 51-et kaptunk az első pont, meg 50-et lett. 62, ja időre is megy, hogy milyen hamar találom el. És ha mellé lövök, az nem baj. De szerintem, ha nem találok el egy tányért, ugye, akkor az úgy hiba. Tehát, hogy oké, ezt nem találta, de az egy miss. Na, hát akkor nyomjuk a... Hoppá! Oké, az többbe kerül a kék színű. Hát akkor jönnek, és akkor... Akkor lövünk. Rajta tartjuk, akkor nem lő. Tehát miss, így tudjuk temelni. Zöld. Az igen. Az adta rendesen. Hát akkor hajrá, Peti. Ó, de ott látod lent azokat a pontokat? A piros pont lent középen, a turretnél. A piros pont az én célkeresztem, a zöld pontok, meg ezek a tányérok. Azt kell figyelni ott lent. Nem is előre, hanem itt lent, hogy hol jönnek, és akkor úgy... Oké, ez mondjuk jó segítség.
Ez nagyon jó, csak ezt ugye észre kellett venni, hogy mi micsoda. Viszont néztem is, mi az a piros pont, meg a zöld pontok. A piros pont az én célzókám, a zöld pontok meg a tányérok. Tehát ott nem jelzi külön, hogy milyen fajta tányér, csak hogy jön. Jó, megvan a 7000 pont. Ezzel egy yes! Legyőztük. Na mi van? You nip his wallet me score. Igen, igen. Fine. The top poppy has to be snipped sometime. Law of the land says the top gunner holds a special trophy in honor of their... Oh, kapunk egy különleges trófeát? Lightico Krista. Visszaszerzem, de hogy szerzed? Hagyjuk már, de hogy szerzed? Lightico Krista. Na erre kíváncsi vagyok, hogy hogy lesz ez a kombináció, hogy összerakjuk a kristályokat, vagy nem, vagy mi lesz. Vegyünk. Na jött a következő aréna? Oké. Okay. Frissítés, upgrade. A királynak a szájára! The magnificent, eminently. Enough. Just get on with it. Elég. I got a bit carried away. Mention how fabulous your hair looks. Becker. Yes, right. Another Becker. Dexter is Becker. This is combat to the death. Good luck. Okay. The bravest man, or in some cases animal, win. Legbátrabbak győzenek. Vulcan Fury! Ez az, visszatért baby bogyonkánk. Nagy erőnk ezzel, aztán oda fogunk csípni minigán. Wow! Hello! Változott az aréna. Itt most mi fog lesüllyedni, az a kérdés, vagy itt milyen akadályok lesznek az arénában. Scattergun ammo 30 ellenfél. Igen, ez a régi. Ez a régi kis vulkánfüle. Nem biztos, hogy kell a vulkán. Wow! Lövő! Akkor ezért kell a vulkánfüle, hogy ugye a távolról legyőzik. Ez miért jön fel? Vulkánfüle ammo. Az egész aréna lesüllyed? Csak ezek maradnak fent. Hát itt a négy sarok az, ahol ugye felemelkedik egy ammo, utána az pedig leereszkedik. Jó, ez egy lassabb teljesítés lesz, mert ugye nem egy helyen vagyunk, és akkor úgy bebugoltak, ott sétálnak egymást. Oh. Tehát nem úgy győzzük le gyorsan őket, hogy csak úgy jönnek. Na jó, pörköljünk. Hát nem, felesleges ezzel szerintem elhasználni, ugye elpocsékolni. Hát hogy most darálni vele, ez elég egyesével. De ha elég egyesével lőni, akkor lehet, hogy a blaster is elég. Blasterről is elég. Pá. Jelzés. Nem mindig a sarkokon jön. Na most itt így a belül. Ja. 14 ellenfél még, Vulcan Free Ammo-t ad. Ha ők azok leesnek, azoknak annyi. Jó, ez egy egyszerűen értelmezhető kihívás volt. De el ne kiabáljuk. Jó. Kiabálás azért nem kell. Beleesik. Oda. Még néhány, két darab, mögöttem jön valaki, nem. Ó, most szaladnak ránk amúgy. 3, 2, hol szalad? 2, ott leesett másik meg itt jön. Jó, hát már szerintem többször ez már így vége. Jó. Ne! Állj! Jack? Dexter? Sieg? Don't you two look sorrier than ever. What are you doing? Ne jössz le, vagy... Let's finish this. Nem! Te haver vagy! Mindkettőnket megöl? Az aréna szabálya. Blasphemy! One must destroy the other. Complete the test or face worse pain. I just know I'm gonna regret this. Seize them! Mi lesz itt? Küldenek ránk még aréna harcosokat, de Sieget én nem akarom. How dare you two defile the purity of the arena? Sieg, your time in Haven City has passed. Haven City, igen, ő ott volt. Neked meg nincs kegyelem. I should toss you both into the jaws of the desert. Mindketten ki a sivatagba. Ő egy kém volt Haven Citybe. But only Krúnál. A spy. Just shut up. I'll tell you later. There is a nest of metalpedes not too far from here. They have been harassing our artifact carriers for some time. I want you to drive into the heart of the nest and take out all the creatures found inside. I say good heart of the nest won't help you. As a meta head, worldwide fight.
Oké, legyőztük az arénát. Új titkok elérhetőek. Ó, nagyon kell most már gyűjteni azokat, de hát nem tudom, mikor, hogyan gyűjtsük majd össze. Szerintem a két videó között majd összeszedem szépen őket. Na jó, akkor Siggel van egy közös feladatunk, ez a büntetés. Megyünk be a Metalhead fészekbe, és akkor gyűjthetjük most már azokat a Metalhead-es gold gemeket. Meglátjuk. Ho-ho-ho, Sig, tiéd ez a járgány, Gila Stomper. És én vezethetem? Ho, meg vagyok tisztelve. Na jól van. Indulás. Nyílik a... Figyeld az a lő. Vulcan Fury van rajta. Hadd szóljon. Megyünk akkor a barlangba. Hát itt kőkövön nem marad, sőt. Még ezek a kalauzok, ne, de várjál, miért ilyen gyenge? Nagyon gyenge lövés. Tehát a kis cápámmal, amikor jöttem, akkor három találat és felrobbant egy ilyen ellenfél. De hát itt meg azért küldeni kell rendesen. Úgyhogy ez egy csalódás volt ebben, mert azt hittem, hogy darálja, puf, robbantjuk fölfelé. Nem baj, attól örülök, hogy Szignek a járgányával. Oly, a Szig! A kém! Na erről azt mondta, még majd beszél később. Kíváncsi leszek rá, hogy akkor mit kémkedett crew papával. Hát igen, nagyon, majd meglátjuk. Wow! Na ott van, azt ismeritek. Azokból kellett bőven szétlőni. Azokat ismeritek, a metalheves tojások. Ezekből kellett bőségesen kipucolni a Jack 2 végigjátszás során. Szig jön a Peacemakerre, feltölti és levő egyet, áááá, nosztalgia a Jack 2-ből. Na jó, kinyitotta nekünk az előrehaladás útját. Most már a kérdés az, hogy kocsival vagy pedig gyalogszerrel fogjuk ezt teljesíteni. A kérkép az mutatja továbbra is itt az útvonalat. Leérkezünk a mélységekbe, már azok a szélek, jönnek. Mik ezek az agyi születtek? Hát metalheades gemeket nem dobnak, gold gemet, skull gemet. Viszont mintha ott precursor orbok, na itt fogunk farmolni. Vagy hát jó, farmolni nem lehet, de majd ezeket jól visszajövök. Összegyűjtöm szép lassan őket. Majd elköltöm a jó kis secret upgrade-ekre. Mondjuk az kérdés, hogy mondjuk melyik upgrade-et legyen, megtartsam-e meg később, vagy nightből fejleszek valamit. Majd az, majd megnézem a listát, hogy ugye milyen upgrade-ek vannak, érdemesre ugye várni. Annyi biztos, hogy felkészülök, és gyűjtögetni fogok a második végigjátszás epizód előtt. Metalheadek, mint a kullancs, fúj! Kellemetlen. Gondolom, most mindenki vészket vakarja a fejét, mert ajaj, mindig, amikor ilyenről van szó, mindenki, jaj, és nincs rajtam, és akkor elkezdünk vészketni. Na jó, vagy, opá, mik azok a zöld kis foltok? Mik azok a kis jelzések? Uj! 9. Here we go! Fú! Ott volt egy. Meglentünk, Szig, tartsd vissza! Ott azok a sárgákra nem lehet lejni, viszont ide célod. Jó, oh yeah baby. Oké, és hát még 7 ilyet, illetve ezeket eltalálva, ezek se dobnak skull gemet, hát nem igaz. Remélem a később során azért lesz lehetőség valami farmolásra, mert ugye amikor a játék befejeződött a Jack 2, akkor mindegyik ellenfél dobott már a skull gemet, viszont addig nem, addig mindegyik ellenfél csak egy alkalommal dobott. Ez egy változás volt. Itt meglátjuk, hogy hol kezdődik egyáltalán skull gem. Lehet csak... Hát lehet csak később akkor. Ez az, na még öt, csináljuk meg. Hoppa, crunch trófea, de 3 perc, ki kell menekülni. Hogy ne, valami nem oké. Okay. Felbőzítettük Kort, de mondjuk őt legyőztük a Jacket a végén, úgyhogy nem tudom, kit bőzítettünk. Milyen dinók jönnek még itt ki. Metalheades támadók. Visszakerültem az első szobába. Valami az ott szembe a kiút. Megpróbálok arra menni, ahogy úgy mutatja a térkép, a barlang kijárat. Fura volt kicsit, mintha döntöttünk volna le valami. Egy hidat is. De ezek a Dark Jack-es kis lila pontok, ezek most semmi értelmük nincsen, mert hát úgyse változhatok át a
Na azt képzeld el, a kocsival átváltozok Dark kocsival, vagy miatt. Na de most tényleg, tehát nem tudom a kocsit átváltoztatni, tehát de Dark Jack-es, ezek most ennek a súly, de nem látok. Na jó, 2 perc van, hogy visszameneküljünk, és szerintem az menni fog. Úgy tűnik visszajöttünk a városba, és nincsen főküldetés ideben, mert itt, ahogy nézzük a jelölőket, azok a mellékküldetések, a főküldetés vissza, kivisz, szerintem azért van ott az a kerékjel, úgyhogy azt mondom, ez egy első epizód, szerintem jobban fogunk szórakozni, mint a Jack 2 során, aminek nagyon örülök, és akkor tudjátok, egy kis formulás, hogy a szikretek is meglegyenek, és majd tudjak venni bizonyos kis fejlesztéseket, amik nagyon jók, hogy már itt vannak, úgyhogy vissza fogok térni ezekre a helyszínekre, illetve a mellékküldetésekre, és akkor a következő epizód elején egy kis montást oda teszek, hogy miket gyűjtöttem, és hogyan haladtam előre a két videó között.